látjuk is majd, mert nyilván a kollégáim mindjárt mögém teszik a obligát felvételeket. Csak tudják, az a nagy kérdés, hogy mindez meddig tűrhető el? Meddig, vajon a nyugat-európai társadalmak meddig tűrik azt el, hogy így kell élniük? Én, ha már Párizst látjuk, nekem Párizs kiskamaszkoromtól az egyik álmom volt és az egyik kedvencem. Valamiért ez így alakult. Imádtam a francia kultúrát, imádom most is. Számos kedvenc írom, francia, Victor Hugo-tól Albert Camus-ig, ami egy elég nagy spektrum. Imádom a költészetüket, a szimbolistákat, imádom az építészetüket, és imádom Párizst, ahol számos alkalommal jártam. És amikor ücsörögtünk itthon a falnak a rossz oldalán, és oda vágytunk hozzájuk, és néha sikerült elmenni, aztán rendszerváltás után meg gyakrabban sikerült. Én soha nem gondoltam, hogy az a szabadság, amiről mi álmodoztunk itt, az egyszer ezt fogja jelenteni. Ez volna a szabadság, emberek. Az volna a szabadság, hogy géppisztolyos katonák állnak minden utca sarkon. Az volna a szabadság, amit a barátaim mesélnek, akik Brüsszelbe mentek külszolgálatra, hogy a gyereküket beíratták ott egy helyi, nyilván valami diplomata iskola, ahova a diplomata gyerekek járnak, és úgy jár a gyerek reggel iskolába, hogy nem az iskola előtt, az utca két oldala páncélozott katonai járművel le van zárva, és minden szülőnek van egy ilyen igazolványa, hogy az ő gyereke oda jár, és úgy mehetnek be. Ez volna a szabadság? Erről ábrándozott vajon Nyugat-Európa népe? Hogy majd így fognak az utcán járni? Hogy a Szent Péter térre nem lehet bemenni, csak úgy, hogy mindenkinek belenéznek még a hátsójába is? Tényleg erre vártunk? Meddig lehet ezt tűrni? És leginkább az a nagy kérdés, hogy miért tűrik? És ha már Párizsnál tartottunk, meg Nyugat-Európánál, meg a terrornál, akkor azért mindjárt megnézünk még egy bejátszót, mert az egy egészen különös ügy és egészen különös kérdéseket vet fel. Ugye nyilván önök is hallottak róla minap, újra, mert ez nem egyedi eset sajnos, újra egy muszlim meggyilkolt egy, most éppen egy zsidó öregasszonyt, azért, mert zsidó. Méghozzá bestiális módon. Leszúrta, agyonverte, aztán rágyújtotta a lakását. Tiltakozás az van, nézzük is meg. Ugyebár látják, a párizsiak kivonultak, de a következő kérdést azért magunknak tegyük fel itt egymás között. Ami Európában zajlik 2015, azaz 3 éve, ez az elképesztő beözönlés, beáramlás Közel-Keletről, Fekete-Afrikából. És a beözönlők, a migránsok 95%-a muszlim. És a brüsszeli vezetők és a nyugati vezetők úgy döntöttek, hogy ha törik, ha szakad, lenyomják az európai nemzetek torkán, hogy ez nekik jó, hogy ezt nekünk szeretnünk kell, nekünk ezzel együtt kell élnünk, és a muszlimok amúgy is imádnivalóak. És ezt csak azért mondom, mert kérem szépen önöket, most egy pillanatra gondoljanak abba bele, ha 2015 előtt gyilkoltak volna meg Párizsban, vagy bárhol nyugaton egy zsidót azért, mert zsidó. Egy pillanatra gondoljanak bele, hogy akkor mi történt volna. Gondoljanak bele a felháborodás és a tiltakozás mértékébe, hogy a sajtó mit művelt volna, hogy Európában hogyan és miképpen tombol az antiszemitizmus, hogy a zsidóknak megint menekülniük kell. Szerintem vált-válnak vetve vonult volna végig Brüsszel vagy Párizs utcáin a teljes nyugat-európai politikai elit, mint a Charlie Hebdo esetében, ha még emlékeznek, akkor nem a
néhány párizsi ment volna ki az utcára, hanem az ott lett volna Angela Merkeltől a búbánatig mindenki, hogy ők bizony nem engedik az antiszemitizmust és megvédik a zsidókat. Most valamilyen rejtélyes oknál fogva ez elmaradt. Megöltek egy zsidót, de és nem ő az első, ő a sokadik. És szakmányban halljuk a híreket, hogy például Párizsban zsidó kisgyerekeket vegzálnak a muszlim osztálytársaik, meg fenyegetnek, meg vernek meg, és meg fognak döbbenni, nem vonul ki a nyugat-európai politikai elit, hogy tiltakozzon. Nem ezzel vannak tele az újságok. Nem erről szólnak a vezércikkek. Hát nem érdekes? Emlékeznek azokra az időkre, amikor 10-15 évvel ezelőtt mondjuk Budapesten, ha egyáltalán igaz volt a hír, Budapesten valaki az utcán egy rabbinak azt mondta, hogy hülye zsidó. Hát még a New York Times is letérdelt a felháborodástól, hogy mi folyik Európában. Hogy úristen, itt megint mindjárt gázkamrába fogják hurcolni a zsidókat. Emlékeznek erre? Most mindenki befogja a mocskos pofáját, és lapítanak. Hát persze, most más a meló. Most nem számítanak a zsidók. Most meg is lehet őket ölni. Most kussolni kell, mert most a muszlimokat kell szeretni. Hát nehogy már kiderüljön, hogy a muszlimok egyébként valóban nagyon-nagyon súlyos, hogy nem mondjam, életbe vágó fenyegetést jelentenek az európai zsidóság számára. Hát nehogy már ezt kimondjuk, hát akkor hogy fogjuk őket integrálni, befogadni, szeretni? Annyira aljas, annyira undorító az egész. És ráadásul annyira átlátszó, annyira ordít belőle, most derül ki, hogy ezek a zsidókat, az antiszemitizmust, ezt is csak egy ótvaros politikai furkósbotnak használták. Soha nem érdekelte őket valójában, hogy mi van a zsidókkal. Semmi nem számít. Most, hogy tényleg bajban vannak, most, hogy tényleg fenyegetik őket, senki nem foglalkozik vele. Mikor 15 éve Budapesten valakinek azt mondták, hogy hülye zsidó, akkor meg majdnem bevonultak az ENSZ kék sisakosok. Na, hát ezt is jó, ha tudjuk, és jó meg is jegyezzük egy örök életre. És ilyenkor, mikor ezeket halljuk, meg ezeket a képsorokat látjuk, ilyenkor érdemes magunk elé idézni, hogy miközben Nyugat-Európában ez zajlik, eközben a magyar miniszterelnök a szerb miniszterelnökkel a magyar pénzből és magyar segítséggel felújított szabadkai zsinagógát adja át. A helyi zsidó közösség könnyes hálája közepette. Ha van hely ma Európában, ahol a zsidóknak sem kell félniük és rettegniük, azok mi vagyunk. Tudják? Közép- és Kelet-Európa. Itt. Ide lehet jönni nekik is, mert itt senki sem fogja őket fenyegetni. És azt se felejtsük el, ha már gondolják csak végig, hogy talán csütörtöki hír volt, az a svéd parlamenti képviselő, aki egyszer már felszólalt, így van, felszólalt a svéd parlamentben Magyarország védelmében, és a magyar miniszterelnököt dicsérte, ő éppen csütörtökön jelentette be, hogy a maga részéről Magyarországra fog áttelepülni. Pusztán csak úgy a saját biztonsága véget, meg azért, mert európai életet szeretne élni. Nagyon helyes. Jöjjön csak. Jöjjön ő is. Szerintem ideje lenne hivatalosan bejelentenünk, hogy nagyon nagy szeretettel várjuk a Dél-Afrikai Köztársaságban élő fehér búr telepeseket, ugyanis ott most fordított apartheid van, emberek. Ott most a fehéreket napi szinten fenyegetik, gyilkolják le néger vadállati bandák. Betörnek a fehér telepesek, farmerek birtokaira, megkínozzák őket, meggyilkolják őket, az asszonyokat megerőszakolják. Erről is hallgat a világ, hát kit érdekel? Hát most csak fehéreket ölnek. Hát számított valaha a fehérek elleni atrocitás vagy apartheid? Ugyan kérem. Dél-Afrikában most ez zajlik. Mondjuk ki bátran, mi szeretettel várjuk őket. Ezek elképesztően nagy szaktudású, elképesztően szorgalmas,
mezőgazdasághoz nagyon-nagyon jól értő szakemberek. Jöjjenek, adjunk nekik földet, nálunk telepedjenek le és dolgozzanak itt. Nagy szeretettel várjuk Európából bárhonnan a zsidókat, ha úgy érzik, hogy az életük veszélybe van, itt békességben élhetnek velünk. Semmi atrocitás nem fogja őket érni. Mi egy típust nem engedünk ide be, az illegális, közel-keleti, távol-keleti, meg afrikai migránst. Az ne jöjjön. Köszönjük szépen. Ő maradjon szépen otthon, mindenkinek van hazája, ott lehet élni, ott lehet rendet teremteni. Talán ideje lenne, hogy Európa és a fejlett nyugati világ rádöbbenjen arra, hogyha ezt így fogja folytatni, akkor vége lesz, saját síreját ássa a nyugati civilizáció, ahelyett, hogy azt mondaná, hogy adjunk marssal segélyt ezeknek a térségeknek. Teremtsünk emberhez méltó életet nekik. Segítsünk ebben, hogy otthon tudjanak maradni, hogy otthon éljenek. Mert az ugye mégse tűnik perspektívának, hogy az egész világ egyszer csak átköltözik Európába. Mert nem fogunk elférni, emberek, értik? És egészen elképesztő, ha egy kicsit visszakalandoznak az emlékeikbe, egy olyan 20-25 évvel ezelőtt. Azok a úgynevezett zöldek, akik ma ilyen zöld politikusként elájulnak attól, hogy migránsok milliói özönlenek Európában, és ez milyen nagyszerű, és elmondják, hogy ők fogják majd a nyugdíjakat megtermelni. Ezek a zöldek 20-25 évvel ezelőtt azon ajvékoltak, egyébként joggal, hogy annyira rosszak az európai népesedési helyzetek, magyarán Európa annyira túl van népesedve, hogy azt a programokat, olyan programokat próbáltak bevezetni, mint Kínában, hogy csak egy gyerek legyen, meg csak egy gyereket támogassanak, mert hogy Európa megtelt, mondták ők. Hogy nem lehet egy kontinensen ennyi embernek élnie. Most ugyanezek azt mondják, hogy hát, ha már nem születik gyerek, akkor jöjjenek a milliók máshonnan. Fekete Afrikából, mert ők nyilván elférnek. Ezek, mi meg éljük a saját életünket, hogyha kérhetem.